nagyon sok írótól bekerült hozzánk gyűjtemény. Valakitől bicska gyűjtemény, valakitől kagyló, valaki medvéket gyűjtött, valaki csak éppen fadarabokat, amelyeket kihorgászott a vízből. De azt gondolom, hogy nagyon érdekes megnézni ezeket a tárgyakat az íróknak a szövegeivel együtt, hiszen ezek a gyűjtemények beépülnek a szépirodalmi szövegekbe, és ha egy látogató megnézi ezeket a tárgyakat, akkor azt gondolom, hogy mindenki egy picit magára ismer, hiszen mindenki gyűjthet, és azt gondolom, nagyon sokan gyűjtenek tárgyakat. A külső körben tekinthetjük meg az íróknak a gyűjteményét, amelyek már a PIM gyűjteményében vannak. Az írót, mint gyűjtőt mutatjuk be. Beljebb lévő részen pedig a kortárs írók gyűjteményeit próbáljuk meg párhuzamba állítani a már bent lévő gyűjteményekkel, és amikor eljutunk a kiállításnak a középpontjába, akkor láthatjuk a múzeumot, mint gyűjtőt, és ebből pedig kiemeltünk egy szimbolikus tárgyat, jelen esetben Babicsnak a bombatalálatot ért írógépét tekinthetik meg a látogatók. Kiemelném Jékeli Zoltánnak a fadarabjait. Jékeli Zoltán nagy horgász volt, róla ezt lehet tudni, hiszen költészetében nagyon erőteljesen jelen van a vízparton levés, a vízhez való közelség, és hogy neki mekkora megnyugvást jelent a horgászat. Több kortársa is beszámolt arról, hogy ő gyűjtötte a vízből véletlenszerűen kihorgászott tárgyakat, és ezek nagyon sokszor uszadékfák voltak, amelyekben ő sokszor arcokat, akár madárformákat, különböző alakokat látott, és ezek megihlették őt, és verset írt róluk. Szóval nagyon sokszor egy látszatra teljesen jelentéktelen tárgy nagyon meghatározó az író költészetében. Tandori Dezső nem csak a saját életét jegyezte naplókba, hanem kifejezetten vezetett a verebeinek is naplót. Folyamatosan dokumentálták a feleségével a madaraknak az életét. Hogyan repülnek a lakásban, melyik madárral milyen viszonyban vannak, mikor hullatták el a tollaikat, és ezeket a történeteket a Madárnak születni kell című műben közösen a feleségével, Tandori Ágnessel publikálták. És az is kiderül, hogy a madarak tollát folyamatosan üvegekbe gyűjtötték, és nem akarták kidobni, hiszen valamiért ezek az apró lények, ezek az állatkák, amelyekkel együtt éltek, nagyon szorosan kötődtek hozzájuk, és valóban a toll is egy ilyen dolog volt, ami az állatnak a része, és nem dobták ki. De ha megnézzük az ő medvegyűjteményét, mindegyiknek van neve, mindegyik külön megszemélyesül, és ott lesz a költészetében. Tandori nem kifejezetten nyilatkozik arról, hogy ő gyűjtötte volna ezeket a tárgyakat, de valahogy elkezdtek áramlani a medvék. Azt gondolom, hogyha csak megnézzük Lázár Ervinnek a nyakkendő gyűjteményét, amely valójában egy nyakkendő véggyűjtemény, amelyet ő 1960-as évek elején kezdett el gyűjteni azzal a módszerrel, hogy a saját bicskáját oda adta a kiszemelt egyéneknek, és megkérte őket, hogy vágjanak le egy darabot a nyakkendőjükből. És hát természetesen nagyon sokan sajnálták a nyakkendőjüket, és csak a hátsó résznek egy kis végét vágták le. Valaki meg nagy nyugalommal levágta a fél nyakkendőt, és odaadta neki, és ezeket elkezdte gyűjteni. A könyvespolc oldalára felszegelte őket, mintha lepkéket tűzne ki gombostűvel, és végén, amikor már összeállt egy teljes gyűjtemény, akkor egy asztallapra rögzítette őket, és ő maga feliratozta, és az 1996-ban került be a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményébe. Szóval azt gondolom, ez nagyon sok mindent elmond az ő személyiségéről, hogy mennyire lehetett egy játékos, egy kedves, egy teljesen más beállítottságú alkat, mint aki mondjuk teljesen hétköznapi tárgyakat, a lemezek, a könyveket, a cigarettás dobozokat gyűjtik. A kiállított térben az egyik legrégebbi gyűjtemény az Jókainak a botgyűjteménye és kagylógyűjteménye. Jókairól érdemes tudni, hogy ő nagyon sok mindent gyűjtött, voltak neki fegyverei is, és már az ő életében is, amikor meglátogatták az újságírók, úgy számoltak be, hogy szinte egy múzeumba érkeznek, hiszen egy olyan otthont rendezett be magának, és az ő hagyatéka, az ő gyűjteménye a Petőfi háznak az egyik alapjául szolgált. Petőfi Sándor tárgyai mellett Jókaival alapozódott meg a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a gyűjteménye. És az is egy cél volt, hiszen a Petőfi Irodalmi Múzeum idén 70 éves, hogy ne csak a relikviatár mutatkozzon be, hanem egy picit a kiállításban bemutassuk azt is, hogy van egy könyvtár részünk, van egy könyvgyűjteményünk, van kézirattárunk, és nagyon sok írónak a kéziratos hagyatékában is maradt fenn ilyen gyűjtemény, vagy éppen a kis nyomtatványtár is szerepet kaphasson a kiállításban, de például még zenét is hallgathatunk, hiszen Pilinszky Jánosnak a lemezgyűjteménye is bekerült a Petőfi Irodalmi Múzeum médiatárába.